Szavaznak gyerekek, üdv a csatornán! Keeper érkezik a következő 7 Days to Die-jal. Veretjük neki, mint a verethes, veres egyházi. Vagy nem is tudom, hogy micsoda. Megnéztem alulról, milyen a bázisunk. Egyébként elmúlott már 4 óra, éjszaka nem történt semmi. Azon kívül, hogy a Keeper megfogadta a tanácsot és csinált néhány spike trapet, meg nagyon gyorsan megmutatom, hogy mi történt, még megjelöltem ezt a homot, ennyi történt, és akkor csapjuk is neki, mint az őrület egyébként, mert kellene még fejlődni, meg kellene túlélni. Ja, nagyon szépen köszönöm a kommenteket, nagyon jókat írtatok, többek között, amire nem is jöttem volna rá, hogy használják spike trapet, az tök jó, hogy le tudom dobálni így a zombik elé, és konkrétan így belesétálnak, és ez nekem így nagyon-nagyon boldogság lenne, mert akkor ugye az történne, hogy belesétál, és nem lesz vele gond. Hú, gyerekek, nagyon-nagyon bátorran megyek át mindenem, mint az őrület, de nem kispályázunk. Gyerekek, várjatok, álljál meg, Sanyi, kellene, basz, átjöttem egy épületnek az udvarán. Hú, de nagyon bátor a képer, ja, várjatok, ez itt mi történt egyébként? Olyan, mint hogy leomlott volna valami. Itt valamit szétcsaptam, én csaptam szét, vagy mi történt itt, gyerekek? Na, menjünk a traderhez, azt csináljunk néhány küldetést meg. Hányadik napon vagyunk? Harmadik napon kellene valami bázisszerűt csinálni. Nagyon sokat gondolkozok azon, hogy milyen base-t csináljak, és igazából egy-két dolog így eszembe jutott, meg gondolkoztam dolgokon, hogy mit lehetne ebből kihozni. Várjátok, mennyi lőszerem van? Ebben nincs is lőszerem nagyon, a pisztolyban van. Jó, igazából a pisztolyan tök jó, már meg tudom magam védeni, ha úgy van. És ja, hatalmas ötletem van, hogy milyen bázis lehetne csinálni. Sőt, és nem is én csinálnám, hanem mással ásatnám ki. Úgy, anélkül, hogy nincs multiplayer, gyerekek. Szóval egy Keepernek van egy hatalmas ötlete, de majd meglássuk, hogy mi van. Várjátok, nekem nincsen küldetésen fölvéve, vagy micsoda van, mert itt már megint nem tudom, huncutságok van. Nincsen semmi, gyerekek, megyünk, veszünk fel, aztán akkor csapjuk neki kapásból, mert kellene fejlődni, kellenek skillpontok, leginkább a skillpont. Ja, csomó jó dolgot írtatok, erre mindjárt ki fogok térni, csak egyelőre akkor pörögjük mind a trágya szóró, aztán valami speciál jobot föl kellene venni, vagy egy jobot fel kéne venni, jobban mondva. Vannak itt közelben, van clear zombi is közelben, nagyon jó. Hát akkor már pucoljuk is ki a zombikat, viszont kellene venni valami kaját, ez tök jó, hogy minden nap újra termelődik. Mennyi pénz van nálunk? 1400, az tök jó. Figyeljetek, az összes kaját meg kéne vennem egyelőre, amíg nem tudok kaját csinálni, nagyon értelmeset. Várjatok, mi az, ami esetleg jó lenne nekem? A nőr, nem. Pont olyan nincs, ami nekem kellene, de kellene valami. Jó, nem tökörészünk, verjük neki, mint az őrület, aztán valami lesz, srácok. Próbáljuk meg azért nem kinyíratni magunkat, de hogy nevezik? Pragmatikusan csinálni a dolgokat. A pragmatikus, azt tudjátok, mit jelent? Azt jelenti a pragmatikus, hogy nem tudom, hogy mit jelent. Egyébként miért van megjelölve nekem ez a pont? Hoppá, mi ez a küldetés? Hova kell menni? Be kell menni a izébe? Ezt imádom egyébként, hogy ez templomba kéne menni. Ja, írtátok, hogy nagyon jó lenne, hogyha késekre állnék rá, mert a kések azért jók, mert bleedinget adnak nagyon sokat. És kitaláltam még valamit. Jaj, ezt imádom egyébként, ezt a helyet. Ez nagyon jó. Ja, egy dolog, amiről beszélni akarok, csak el ne felejtsem. Annyit akartam diskurálni egy dologról. Ja, itt egyébként tök jó lenne kiásni ezeket a hullákat is, ugye? Úgyhogy akkor itt várjál, mert nem hoztam el az ásomat, pont nem hoztam el az ásomat, jól majd csinálunk egyet. Valahol hörgés van, gyerekek, van egy több her is, támadásba lendültek a zombik, Keeper nem kispályázik, petty, a hátsót lőttem, na várjatok, most kipróbáljuk ezt a cumimumit itt, tessék tesó, ó, hát ez tényleg egy jó dolog, oda nézzél, ja, agresszív lett a csávó, várjál. Aha, jó, ez csak ne nagyon távolodjunk, mert akkor baj lesz, gyerekek. Figyeljetek, egyelőre ez a kalapács az, ami nekem a barátom lesz, úgy érzem. Egy kicsit föl vagyok pörögve, lehet, hogy ez nem túl jó. A fasz, valami van mögöttem, majdnem fökenőztem valamire. Nehogy eltávolodjak, bazze. Hát ez pofán kapta, hallod? Meg tudjátok, mit vettem észre? Majd mindjárt elmondom, mert ez roppant érdekes. Az a baj, hogy ezeket nem lehet felszedni, tehát így igazából csak végszükség esetén érdemes leraknom szerintem. Na, mindjárt elmondom, hogy mit vettem észre, milyen nagyon érdekes metódus, így a... Aha, még valahol máshol is vannak. Fárjatok, mindjárt mondom.
hogy igazából a zombik itt inszénbe van az az opció, vagyis az a feature, hogy észreveszed, hogy mennyire erősek. Mármint... Mert ugye alapba egy-két ütéssel megölöd a zombikat, de itt sokkal markánsabban elkülönülnek a zombiknak a HP-ja, tehát az ereje. Gyerekek, én itt soha nem szoktam járni. Rájöttem, hogy ez nem az a hely, ahol én gondoltam, hogy ez az a hely, de nem, figyeld oda egy csávó, hallod lábát meg. Jó, nem hülyeskedek, mert nem kéne meghalnom. Az még mindig egy bakancslistás dolog nálam, hogy nem kéne meghalni. Hát de jó, itt még bet is tudok venni. Vagy majdnem. Be tudok venni szerintem. Csak ki is tudok jönni, várjál már. Úgyhogy itt ilyen okosba kellene, csak ott van valami. Így ezt kiütöm. Pillanat, gyerekek, egy kicsit túl vagyok pörökben, megmondom őszintén, itt van egy energiaital, egy jó kis hell, egy black cherry is hellecske, aztán az így adja nekem itt a dolgokat. Doppingol. Jó, hát itt is van a főút, szóval nem lesz egy bonyolult. Összekevertem ez egy másik templommal. Ez nem az a templom, amire én gondoltam. De hát semmi probléma ebből nem adódik. Legalább gyorsan meg lesz. Ja, azt lehet észrevenni ugye, hogy a zombik azok gyakorlatilag minden egy más erejű. Például vannak az ilyen kisebbek, amik sokkal könnyebben halnak, a nők azok jóval könnyebben halnak. Vannak a nagy darabok, akik viszont tök sok HP-val rendelkeznek, szóval tök érdekes ez az egész. Bejutni azért nem egyszerű. Hol van? Ott van a csajci, figyelj. Akkor így lopakodással, ha már egyszer. De nézd, megkapta azért bónuszt. Azt mondta, nem szedtem le még. Jaj, ne, de jó, leesik. Ez az íjászat, ez iszonyatosan jó, és meg is van a küldetés, rohadt jó, ez gyorsan megvolt. Tök jó vagyunk, bírom, nagyon bírom. Ezt egy kis free kajánk is, úgy látom. Egy kis murky water, ami mindig is jó. Hát ez gyorsan megvolt, de egyébként lehet, hogy itt lehetne ásni még loot irány, de... ez igazából annyira nem kell, úgyhogy árulunk ám még mindig dolgokat, agyba főbe adjuk el. És a skill pontunk lesz, akkor már tudom is, hogy pontosan mire fogom pakolni. Annak ellenére, hogy nincsen még normális késünk, annak ellenére én rá fogok pakolni a késre. Azért, mindjárt elmondom, hogy miért, mert akkor ugye több, nagyobb esélyed van, hogy kést kapsz. Úgyhogy az egy tök jó dolog lesz. Jó, oké, akkor igazából ki is lootoltuk, ezt más nagyon nincsen, ott kettő darab nyílvessző maradt fönn. Hát ott rohadjon meg, srácok, ezt a két blokkot fölvesszük. Jó, hát igazából itt olyan túl sok minden nincsen, szerintem esetleg a sírokat lehetne egy kipucolni, de hát ott rohadjon meg, gyerekek, megyünk most. Sokkal fontosabb az, hogy ugye a küldetés menjen, pörögjön. Jó. Ah, nagyon örülök. Egy kicsit változtattam itt a fény erején a mi ez? Fészkemnek. Hát lehet, hogy nem lett jobb. Sőt, lehet, hogy inkább rosszabb lett. Hát azért bocsánatot kérek. Oké, gyerekek. Gyerekek, ez viszont ezeket mindig kilutol, vagy ki vannak lutolva már mi. Keeper az itt mindent összeszedett. Oké, és akkor megint azt csináljuk, ugye van nekünk itt egy ládánk, abba tudunk belepakolni, hogyha kell. Remélem megvan még a láda. Igen, ott van. Az olyan dolgokat, amiket nem akarok eladni, de viszont nem akarom magammal cipelni. A biciklit jó lenne, hogyha már megadná, ugye, hogy az egyes tier 1-es questeket letolod, akkor a bringát megkapod elvileg. Mi az, amit... Lockpick 5 darab. Lockpickunk van 2 darab. Hát mondjuk nem tudom, mit lehetne. Ez mennyi az a pály? Ez jó az a food, gyerekek. Viszont a lockpick, lehet, hogy azt fogom kérni. Még valami jobot adjál, légy szíves, hogy nagyon közel van, mindig azt csinálom, amíg közel van, azt így bírom. Meg az inventoriból ugye pakoljuk, vagy adjuk el a dolgokat. Elég nekem egy darab pipe weapon, ez meg ugye crossbow megvaló, az nem érdekel, ez megy a levesbe. Ezt eladjuk, betont eladjuk, bármennyire is út megutáltok érte, de nem kell. Shotgun lőszert eladom, nem kell, ezt is eladom. És a többi az maradhat nálam szerintem. Hát úgy értem, hogy úgy marad, hogy mindjárt kipakolok azért. Tehát, hogy magunkkal nem visszük. Ja, ahhoz képest, hogy insane, szerintem tök jó haladunk. Harmadik nap, remélem, hogy ezt is túl fogjuk érni, bár nem vagyok benne biztos. Ezt leszkrepelem, meg lehet, hogy nem kéne minden kaját magammal vinni, hanem elég lenne ennyi. A murky water semmiképp nem visszük magunkkal, ezt se visszük magunkkal.
Ezt se visszük magunkkal, ezt se, és a tojás se. És akkor már is egyen jobban vagyunk, meg akkor ezt a scrap-scrapelt cuccot se. Ezt a kettő kaját meg lehet, hogy be is fogom gyűrni, és akkor már... mik ezek az akadások? És akkor ez... Jó, valamit töltök le egyébként Steamről, azt ugyanarra az SSD-re jön, mint amivel játszunk, meg amire megy a felvétel, szóval ez lehet, hogy egy kicsit bezavar. De talán azért annyira komolyan nem. Jó, oké, kaja szintünk jó, pia szintünk elviselhető. És akkor megyünk, csináljuk a következő küldetést. A bringára hajtunk ezerrel, ugye? Az lenne az elsődleges direktíva. Ja, és a skillpontunk, meg is van a skillpontunk, és azt rá fogom rakni én. Lehet, hogy hülyének néztek, hogy nincsen késem, de mégis rakok erre egyet. Várjatok a parkört, meg tudnám a parkört venni most már. De lehet, hogy rá fogok rakni a Deep Cats-ra, mert azért, mert Blade weaponöket akkor egy nagyobb eséllyel kapok, és nekem kellenek pengék, pengefegyverek, mármint vágófegyverek, szóval az jó lenne. Oké, gyerekek, van nálunk minden is, tolhatjuk neki ezzelre. Van lőfegyverünk, ami nagyon hasznos, hú, ez tök jó, ezt is. Bírom ezeket a küldetéseket, mert olyan helyekre is eljutok, amik igazából eddig nem nagyon voltak. De itt valamivel kevesebb XP-t kapok, vagy nem tudom, olyan kevésnek tűnik, olyan lassan, lassan leszünk Tier 2-be már. Na, várjatok. Ja, egyet mondtatok. Igen, és elfelejtettem, pedig azt akartam mondani, hogy írtátok, hogy csináljam azt, hogy kilootolok egy helyet, és akkor utána újra visszamegyek. És akkor úgy, még egyszer ki tudom lootolni. Ezt tudom, ismerem azt a trükköt, tök jó dolog, csak... ugye egy kicsit betriggerelünk, aztán akkor jöjjenek. Ismerem ezt a trükköt, tök jó dolog. Viszont, mindjárt mondom. Aha, ez területi volt. Aha, az meg is fenek lett. De kalapács csak ez... ez majdnem megütött, hallod? Ez majdnem megütött. És ez most mitől őrült meg, hallod? Berage-elt a semmitől, hallod? Nem ütöttem meg, és berage-elt. Ilyenek is vannak, nem is tudtam. Várjál, 30-40. Oké. Nem tudok futni. Jó. Nem tudtam futni. Igen, ismerem azt a trükköt, nem rossz dolog, de viszont nekem fontosabb az, hogy nagyon gyorsan csinálom a küldetéseket, konkrétan majdnem ugyanott tartok, mint hogyha kétszer kilootolnám, viszont így akkor kapok ugye rewardot is, meg még ráadásul, mindjárt mondom, ugye a küldetések is pörögjenek. Nekem az valahogy egyel jobban bejönne ez a dolog. Úgyhogy azért nem csinálom ezt a trükköt, ismerem, köszönöm szépen, jó tanács, nagyon, de inkább pörögjön, menjen, cicceregjen, indexeljen, gyerekek. Stílus van, minden van. Ez egy gyorsabb talán. Hát egyáltalán nem gyorsan. Oké, ez is jó. Egyelőre adunk el mindent. Ja, bázis terv, van egy nagyon nagy ötletem egy bázis tervre, hogy hogy lehetne megoldani azt, hogy miért akadunk meg? Miért akadunk meg, amikor tölt be ez a loot? Na! Hát megőrülök, most mi van? Gyerekek, mi volt ez az ordinári nagy akadás? Na, igen, mondom. Úgyhogy... hopp, itt lehet, hogy lesz kutya. Jó, és várjál már, és ott, aha, ott meg lehet föl is menni. Morára nagyon figyelünk. Magyarescu, ott van az ott, csáó, figyeld. Lopakodásba kéne meglőni, csak ahhoz. Föl kellett jönnöm teljesen. Mert ezt nem találtam el nagyon. Fölé, kicsit lejjebb. Még egy kicsit lejjebb. Szerintem ez a fajta zombi bírja legjobban. Hoppa, és berage-elt. Uh-huh. Jó, megvárjuk kokosba. Gyere le! Nem így gondoltam, hogy lejössz tesókám.
Baszta be, egy arra, hogy mekkorát lecsatott, hallod? 30 HP minusz. Hallod? Mi a pöcs van? Azt a betyár, potyogdak. Itt tréningben van. Azt a betyár, mekkorát rám vert, öcsém! Pisztoly, ez lószar. Hallod? Kettő ütésre 32 HP-re ledurrantott a csávó. Fú, te! Ott egy klinika egyébként. És itt még mindig harognak. Ez Tudor világ volt, gyerekek, Tudor világ. Hát azért ekkorákat nem kéne damage-elniük, nem? Ez a pisztoly, ez meg kutyaszar, gyerekek, kutyaszar. Huh. Sikítos zombi, ne! Gyerekek, jön egy sikítos. Ja, nem az. Puska. Anyádat, ha sziaszteget, baze. Jó, ez sik... Áááá! Hú-hú! És biztos, hogy ez betriggerel több ellenfelet. Ez biztos, hogy ők benne. Rohadt életbe, gyerekek. Mi folyik itt gyöngyösen? Hallod? Nem vagyok boldog. Boldogsága nem határtalan. Uti van. Az leesett? Az igen, leesett, jó van. Te só most azt rácsasztél halad. Szerintem van még valaki. Még valaki, kettő darab, jó van. És még mindig... Hallod, milyen erősek itt a zombik, ne haragudjál meg, nem? Gyerekek. Már megint izé van, harakiri. Megint harakiri van. Hú, te! Mindig elfelejtem egyébként, milyen croat nehéz ez a izé. Ez a insane. Azt így rádöbbenek, amikor bejön két zombi, két három zombi, azt majdnem elkalapálnak, vagy egy zombi is konkrétan majdnem elkalapál, hogy nagyon nem kéne izé legénykedni. Meg ugye berézselnek, futnak, meg minden is történik. Oda nézd, mi van itt. Mert ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon cumi, gyerekek. Nagyon-nagyon cumi ez az insane mód. Ugye ütni is úgy hűthetsz, hogy még figyelned kell arra, hogy maradjon egy staminát, hogy elrohadja, mert különben aztán bizony összecsomagolnak pikpak. Oké, okay, még egy van. Meg itt még... Ott még van egy néni is. Azt a nénit nem kéne betriggerelni, hanem azt le kéne lőni... Jó, szerintem az megemput. Azt a nénit meg kéne idejével klopakodóba lőni.
Ement. Ement a néni, ement a néni. Az a baj, lopakodásra nagyon nem vagyunk pakolva, úgyhogy még annyira nem vagyunk jók benne. Ja, hogy itt még többen vagytok. Még itt van a Dalipet is. Hú. És mit bírnak ezek baze? Out of stamina. Jó, itt van benne egyébként, szerintem ott van lenne a láda. Csak a nénit azt nagyon merem még. Ilyenkor várni kell a staminával, nem szabad nagyon legénykedni, mert elkezdenek futni. Akkor rácsúszol. Ó, nagyon ki kell számítani. Itt nem szabad, hogy megüssenek, bazza, mert véged van. Oda néz, ott egy csávó megint. Hogy rohagy meg. Három és félszeres. Azaz, bekaptad azt is. Ez meg tudja, hogy ez jó volt. Hitbox hiba, mert átment rajta nyilvessző konkrétan. Meg az a gond, hogy hiába eresedök, ugye fognak eresedni a zombik is, ugye ezek az ilyen alap zombik, és ezek is tök nehezek már. Ezek az, amik ilyen 400 XP-t adnak konkrétan. Jó, hát mindent kilutolunk gyorsan. Ez, itt most elcsesztük az időt, hát jöttek páron, nem baj, egy kis XP-nk lett egyébként. Szóval annyira nem nagy problém. Gyorsan végignézünk mindent. Azon gondolkozok, hogy hiába fogom a pisztolyt a kezembe, mert mondom, kezembe fogom a pisztolyt, aztán hogyha gond van, akkor azzal tudok lövöldözni, de hát körülbelül szarra való, nem? Ugye? Jó definiáltam, hogy kb. Szarra való a pisztoly is. Ami nem fogja őket megállítani, a Hodzier. Jó, megvan a küldetés. Sokat tököltem, tudom, de érdekel a loot is. És még mindig nincs meg a fölúrva. Ez anyád úristen, erre megértem bele! És még mindig nem találtam egy kést, gyerekek, pedig arra mennénk. És a fölút még mindig nincs meg. Hol a fölút itt? Valószínű, hogy lehet, hogy itt nem. És hol a francban van a fölút? Hát nagyon nem. Hol van itt a fölút, gyerekek? Főlút, főlútba, de hol van itt főlút? Lehet, hogy ott lesz. Uh-huh. Jó, majd a parkörre még kell raknom, meg lehet, hogy rakok a dipkátra, hogy találjak olyan gyerekek itt nem fognak megizélni, uncutkodni engem. Jó, ki tudok ugrani, hogy nagy szar lesz, de hát nem vagyok boldog tőle, hogy ide be kell ugranom, gyerekek. Szerintem nincs itt senki. Ugye jól látom, jól van. Jó, megvan, itt lesz a főút, gondolom, vagy itt van. Ez igazából ez nagyon nem az volt. Hol a falazba van a főút? Mi van, nincs itt főút? Vagy mi van, gyerekek? Mi folyik itt gyöngyösen? Eddig tényleg nem találtam egy rohadt olyan főútra hasonló dolgot. Hasonlító dolgot. Hát nincs főút itt, vagy mi van? És ez komoly? Hogy én vagyok ennyire béna? Hát itt mutatja lámpa, szokta mutatni, nincs semmi itt, gyerekek. Voltam ott fönn is, itt is voltam, ott is voltam. És gyakorlatilag sehol semmi. Most én ennyire béna nem lehetek, nem? Vagy fönn még a tetőn van valahol? Hát komolyan mondom, itt körbejárok minden. Az időt vesztegetem, viszont itt ezt lehet, hogy ki fogom ütni. Jöjjön egy kis műanyag, hogy már tudjak egy kollektort csinálni, vagy valami csodát. Műanyag jöjjön a műanyag. Megnézzük még itt fönn, de hát nem tudom. De egyébként azt hiszem, hogy még ez is ehhez tartozik. De hát ez nem tűnik, hogy annyira lenne itt fölút, vagy bármi. Hát nem tudom, a tetőm még esetleg arra fele ott az elején, de hát mindjárt megnézem, mert már idegesít, hogy nincs fölút. Nagyon nem ismerem ezt a... Ja, várja, hát itt volt a fölút, hülye volt a keeper. Jó, akkor menjünk. Menjünk a francba vissza. Jaj, gyerekek, hát elcseszi a keeper az időt. Jó, menjünk. Mennyi lőszerünk van? Nem sok. Jó, van ebbe is. Ez még jobb. Ez még jobb az a lőfegyver. És lehet, hogy pisztolyokra rá fogunk egyébként majd menni. Nyomjunk egy kis piát.
És akkor csinálj, 9 óra van egyébként, még tök ráérünk, szóval nincs elvezve semmi. Kilutolunk mindent is, hogyha tudunk. Megyünk már! Bicikli nagyon kellene, gyerekek, bicikli nagyon kellene. Meg hát ide el kell költöznünk egy idő múlva. Tudjátok, mire gondoltam? Valahogy úgy kellene időzíteni, hogy a... Na várjatok, a kommentekre reagálnék először. Az a lényeg, hogy nagyon sokan írtátok, hogy nagyon jó az íj és a kés kombó. A kés azért nagyon jó, mivel vérzést okoz, és konkrétan itt Einsteinben még hatékonyabb lenne a vérzés, mert ugye egy normál, easy fokozaton játszol, akkor konkrétan a vérzés annyira nem hatékony, mert úgyis lecsapkodod a fejeket egy ütéssel. Viszont itt ugye tök jó, hogyha adsz nekik egy ilyen debuffot, a vérzést, ami ugye folyamatosan sebzi őket, mert itt elég hosszúak a harcok, úgyhogy ez tényleg egy nagyon jó dolog lenne. A másik dolog, igen, az íjjátszat, amit mondhatok, hogy az is tök jó lenne, úgyhogy ez a lopakodás mód, ez nem rossz. Valószínűleg el kell költözünk innen, és amiatt az van agyal a keeper, hogy a 7. napot túl kéne itt élni, és akkor el kellene költöznünk majd valami veszélyesebb helyre. Hát igen, muszáj lesz. Mit kellene, gyerekek? 9 mm-es lőszert. Nem valami jó, de egyébként lehet, hogy azt elviszem most. Molotov koktél valahogy nem annyira jön be. Inventory-t gyorsan adjuk el a dolgok, a gyerekek. Nem kell, ezt a puska nekem nem kell, ne haragudjatok. Ez mit ad? Jobb, mint az enyém, nem? Undead damage resisted ad. Light armor rating, stamina bónusz nincsen. Jó, jobb, mint az enyém, úgyhogy ezt fölvesszük. És akkor ez igazából, ez úgy sem fogja megvenni, ezt leszkrepelem. Oké. Okay. Nézzük. Kukoricam mehet el. Mod. Nem kell. Olaj, ez kell. Kerék nem kell, ez nem kell. Nem szoktam használni, a bicikli kormány nem kell. Cső nem kell. Pénz kell, gyerekek, legyen pénzünk. Legyen pénzünk kajára, fiára, mindenre. Valami víg. Mi van amortizálódva? Ez. És nem tudom javítani, mert nem tudom javítani. Mi kell a javításához? Tudom javítani. Javítókészlet. Jó, hát ez van, gyerekek. Jobb, mint a semmi. Megyünk. Küldetés fölvesszük, azt megyünk tovább. Megyünk, csapassuk tovább neki. Legyen meg a bringa, meg legyen meg a speciál job, ami elvisz majd másik traderhez. Na! A clear zombie egyébként nekem nagyobb, jobban tetszik, úgyhogy legyen egy clear zombie. Okay. Kipakolunk megint ugyanúgy, mint az előbb, most megyünk tovább. Van 2200 pénzünk, XP az jön, mint az állat, és talán bemákolunk valami jó vágószerszámot majd valamikor. Ezt kirakja a keeper, ezt el akartam adni, na mindegy. Kirakja. Jó, meg ezt is kirakja meg. Ezt meg lerakjuk ide. Oké, max HP-n vagyunk. Ez örül a keepernek. Meg ezt is kirakjuk. Ezt meg megesszük. Aztán akkor még egy slottal beljebb vagyunk. Nagyon jó, és van egy nagyon jó kajánk, van 7 darab lockpickünk. Egész kellemes. És ebben még van plusz lőszerünk, vagyis ebben van körülbelül 15 lőszerünk, mert sajnos most nem látom a facecam-től. Meg ebben is van valamennyi. Jó. Ja, hát a csontkést azt lehet, hogy nem tudom, a csontkés az milyen damage-t ad. A sneak damage 400%, az a baj, hogy a sneak-el nem tudunk annyira, hogy közel menjünk. Power attack damage ki... Hát ez a power attack ennek dupla annyi, egy egyes csontkésre lehet nem kéne erőltetni a dolgot. Stamina cost viszont nagyon kevés. Atok 120-es az atok per perce, ennek meg 50. Igazából ugye sokkal gyorsabban tudsz vele szurkálni, csak nem biztos, hogy én illemos olyan közel lenni, hogy folyamatosan szurkálj. Úgyhogy igen. Na gyerekek, megyünk ezerre. Én inkább örülnék neki. Egyébként mik ezek a töltögetéses akadások? De lehet, hogy nem tesz jót neki, hogy Steamről folyamat töltök lefele valamit. Jó van, gyerekek, nem kell. Ott egy rendőrautó, az tök jó lenne. Megmondom a frankót, hogy az tök jó lenne. Megpróbáljuk kinyitni.
Hogyha nagyon szar, akkor meg majd elmenekülünk. Mert ugye az a baj, hogy ez, ha elcseszed a kinyitását, akkor jön, a riasztó bekapcsolsz, jön egy csomó zombi. Hát akkor menekülés lesz gyerekek, valamit kitalálunk. Ha mázling van, akkor meg kinyitjuk. Hát nem hiszem el, hogy pont mázling volt, hogy kinyitottuk. Ez nagy mázli volt. Ó, egy shotgun, lőszer. Jó, a pump, vagy ezt a pipe shotgun-t semmiképpen nem fogom használni. Gyűlölöm ezt a shotgun-t. Ez egy teljesen use lesz. Egy lövést se van. Azzal nem nagyon megyünk el búcsúba. Jó. Ezt kilutoljuk. Ezt már nyomjuk és megyünk tovább, gyerekek. Ja, nem tudom, mik ezek az akadások, szerintem nem kellett volna tényleg töltenem lefele itt. Jó, oké, hát figyeljetek, belevágunk a lecsóba, aztán lootolunk, megyünk, csináljuk. Okosba. Ez vissza is vett. Sajnos még nem nagyon tudunk lopakodni jól. Jó, ilyenkor nyugszik a beteg, nem futkorászunk, legyen stamina. Hát ez mondjuk egy nagyon nem volt jó. Stamina, stamina, stamina! Most. Jó, az folyamatosan a staminávat kell nézni. Ugye a power attack-nak nagyon sokat zabál a kalapáccsal. Megpróbálok lopakodni, de sokszor nem nagyon tud még szerencsétlen karakterem. Nincsen jó a gyerekek itt. Itt van ám a izé, itt van ám a cumi. Ide beesel, itt véged van bazze, úgyhogy nem tudom ezt, hogy fogjuk megoldani. Lehet, hogy valami hátsó járatod, vagy valamit kitalálunk. Vagy betriggereljük őket, azt följövünk egyből. Megpróbálunk valami olyasmit kitalálni, mert itt várj, hol volt? Itt volt a lyuk. Hát ez biztos vagyok benne, hogy ez egy ordinári nagy szivatás lesz. Úgyhogy itt... Nem mondod. Bazzá, mi történik? Hú! A francnak akad meg mindig. Miért akad meg, gyerekek? Rohadt életben, majdnem megdöglöttem. Úristen, mekkora szivás volt, hallod? Hát úgy próbáltam reagálni a dolgokra, nem hiszitek, hogy mit szenvedtem én. Azt a bőtyár, hallod? Hát olyan összefostam magam itt kénomba. Nem tudom milyen képet vágtam, de biztos nem volt kis pálya. Jó, körülnézünk. Oh yes. Ott van egyébként, ott ki lehet menni, van egy ajtó, de bazen, hogy meg még le... Mondom, leugrok, csinálok. Tudod, így magam alá, egyből, magam alá csinálok, majdnem magam alá csináltam. Ja. Érted, hogy mit akarok mondani? Hát erre mi történt? Bazézi! Beestem egyből, várjál már, gondolkodják éppen, ez nem lesz jó itt neked, verd ki ezt az ajtót. Ha menekülni kell, akkor tudjál menekülni. Tudjuk, hogy a mosókonyha fele ki tudunk menni, jó. Jó, oké, álljunk meg egy szóra. Na baj, kilutolok mindent, megint túl vagyok, túl leszek terhelve. Nem baj, jó lesz az érzem. Fasza lesz, gyerekek, minden oké, egy kicsit összeszartam magam, amint észrevettétek. Bocs, ezt nem gondoltam volna, hogy még le is szakadok. Mekkora egy cizé volt, cubi volt ez gyerekek. Persze, az de szakadjál le, hallod. És azt sem tudod, hogy melyik le szakad, de akkor egy ideje ez, akkor egy cré. És itt az a baj, még vannak zombikám. Nem baj, de érted. Érted a helyzetet.
hogy lehetnek problémák. Hát egy kicsit összeszartam magam. Még jó, hogy volt gépfegyverem. Gépfegyverem nincs nálam szerintem ott. Nekem meszeltek. Szakad le folyamatosan, de jó. Fotelre ugrunk bele. Van az a láva a padló, tudjátok játék. Na várja, itten még biztos, hogy lősznek. Vitamin minden van, hallod? Megfogtuk az Isten lámát. Ezt is kinyitjuk. Szóval akkor még egy ebeljen vagyunk. Szerintem, hogy hol menjek tovább. Itt megint le fog szakadni, és biztos vagyok benne, hogy gyűni fognak. Vitamin beze. Egy darab. Nem sok. Ezek alatt nem szakad le, mi? Jó, a futkorás szám, bazze. Jó, nincs baj, rádfut, az sincs, az se baj! Meg ez a leszakadós padló, ez akkor egy arra, olyan arra gyors dolog, hogy ilyen kihállak. Na homok az köllem. Bazen most meg annyira ide ilyen lootmánia, és mindent viszek. Tökig túl vagyunk terhelve. Valahol még van itt egy csávó. Itt is leszakad itt már nem, mert itt elvileg még mutassa, hogy van valaki egy csará itt. Benne a szökrénybe, vagy valahol itt. Ott van benne a gyerek, figyeld, hallod? Megtréfáljuk ám a csávót, figyeld. Kipört nem valami rendes gyerek. Na, gyerek ki. Hogy nézzé, hogy mi van ottan? Tüske csapda, gyerekek, tüske csapda! Tüske csapda! Ezt mondták a nézőim, hogy nektek köszönhetitek. Nekik köszönhetitek, látod? Rá is csesztetek. Ilyen nézői vannak nekem. Hogy izé, hogy megszivattok benneteket. Na, meg is vagyunk. Kapcsoljunk a villanyt, aztán akkor kilutolunk, jó? Kilutoljuk mindent is, itt valami zuglabor volt, bele csinálták a kristályt. Ez erre. Mindent is kilutolunk. Most megyünk tovább bele. Most már. Jó, nem volt ez rossz. Majdnem megdöglöttem, mindig annyira halálfélelme van egyébként. Ez jó ez a csapda, gyerekek. Ez mekkora jó, ez az ajtókba kell lerakni. Aztán akkor kula verda. Mindjárt van, világoljon. Ó, van itt lő, izé. Medicine. Medicine labda. Nem törte egyszer se a lábam még ebben a gameplay-ben, gyerekek. Amikor figyel a keeper azért, akkor tudja rúgat. Ez a puska ilyen már 62 darab, vagy egy kutya fülé puska esít. De az, ami köllere, az nem áll bazzá. Három csont, meg izé, a tököm tudja, mi nem. Jó, mert figyelj, az a baj, hogy azt kellene csinálnom, hogy majd el kellene adnom a dolgokat. Három csont szerintem, meg a kettő papírt lehet, hogy megveszik. Az maradjon. Figyelj, a kő megy levesbe. Meg még ami megy levesbe, ez levegy scrapbe. És akkor már megy is, mert már föl is tudtuk vönni. Jó, mindent is visszük be azért, jó, most három homok az kiugrott a zsákból. Azzal talán nem lesz olyan hatalmas probléma. Egyébként 17 óra 54 van, ha jól látom. Ú, gyerekek. Hát úgy látom, hogy tényleg ide van itt. Mindent is találtuk. Jó, small stone, bone, hobok és flower. Úgyhogy az nem nagyon izgat minket. Oké, mehetünk is. Már megyünk is, gyerekek. Adjuk le a küldetést. Hány óra van? 11:33. Tök jó haladók nekem. Tehát, hoppa, van itt egy katonai bázis. Ezt lehet, hogy érdemes lenne kilutolni majd. Ezt jó lenne megjegyeznem. Ezt én megmarkolom, ezt a katonai bázis, gyerekek. És úgy behetjük majd legközelebb. Itt meg van egy kutyaház, ami nem túl baráti. Úgy fosok a kutyát, hogy gyerekek. De viszont ott van egy izé, oda nézze, ott van egy ilyen kaja, vagy valami. Ez volt a csapdavi. Ez se fér, bazze. Várjál! Ez még belénk fér viszont. A murky volt, úristen, mi az? Figyelj, fűjjed! Időbjog. Kávé, azt meg jól lenne adni. Mi az, ami nagyon annyira nem kellene nekem? Figyelj, megeszem ezt is. Aztán az a maxra megy a
Csullankorok itt biztos bevernek majd. Tojás, jó van gyerekek, menjünk tovább, mert itt fújja, itt is egy kutyaház, mi van itt, te basszus? Ja, hogy itt ilyen valami, mi ez? Mi az dog sneak? Pig, meg minden. Hát lehet, hogy nem jó helyen járok. Rácsizek akkor majd. Ja, ebből kifogyott a lőszerem, sajnos. Pisz 9 mm-esen van, ami nem túl hatékony. Hogy mondjuk úgy. Hú, túl vagyunk terhelve nagyon. Ijunk egyet. Jó, hát ezeket adjuk el, lősz fegyvereket, mindent is. Jó. Azt hiszem, van-e nálam műanyag, mert ha van nálam műanyag, akkor ezeket a műanyagokat, ezeket szétüti a képer. Vagy gumikat, útközben. Legyen. Jó lenne, ha megcsinálnom azt a gyűjtőt. Akkor lenne bőven murki volt öröm. Nem merek bevenni ott egy ilyen kutyatároló, vagy mi az. Elég jól, elég, hogy mondjam, mi az. Hitelesen rakták le a különböző dolgokat a készítők, úgyhogy képesek arra, hogy ott van kutya is. Ugye ezért lenne jó a bicikli. Nem lennék mindig túlterhelve. Na, a bázis terv. Hatalmas nagy ötletem van bázisra. Hogy hogy lehetne megoldani? Ugye itt eleinte nem az lenne a lényeg, hogy rengeteg XP-t gyűjtsünk, hanem hogy nagyon-nagyon biztonságban legyünk. Olyan bázist lenne jó kialakítani. Ilyen floating, vagy nem is tudom, nem floating, hanem ilyen repülő bázisokat nem akarok csinálni. Bár ugye nyilván, majd hogyha gondoljátok, akkor csinálok ilyen tutoriálokat, hogy milyen végtelen egyszerű bázisokat tudsz csinálni, amíg konkrétan halhatatlan vagy rajtuk. De annyira nem akarok. Crafting Skill Bundle magazin az lesz, de várja, inventory, jó. Eladom a dolgokat. Lehet, hogy mondjátok, hogy úristen, ne add el, de a Keeper az olyan fajta, hogy ezt a szerint ezt megtartom. Ez mi volt? Ez olajpala volt? Aha. Pillantás, gyerekek, pillantás, csak hadd rakosgassam. A glút meghagyom. Ez megy a levesbe. Ez megy a levesbe, nem fogok craftolni ilyet. Ez megy a levesbe. Ez marad. Jó. És ezt a crafting skill bundle-t, ezt szeretném. És ez a legjobb, megvan a bicikli, gyerekek. Nagyon jó. Megvan a bicikli. Erre vártam, gyerekek. A speciál job 3,8 km, nem vágnék neki. Nem vágnék neki, inkább csináljunk még itt küldetést. Inkább csináljunk itt még küldetést. Azt nézem egyébként, mit láttam, 2013-as laptár van a mögötte. Ez elég régi. Oké, ezt a bringát mindenképpen kellene júzolni. És akkor ugye tök jól be tudok majd pakolni. Ó, oh, meg is van a bicikli, gyerekek itt. És a harmadik nap is még mindig élünk. Nagyon örülök neki. Bár ezt ne kiabáljuk el, mert azt könnyen megtörténhet, hogy meg fogunk dögleni. Ami nem kell, az maradjon szépen itt. Faz, jöjjön. Ezt meg. Open. Primitive armor-t tudok csinálni. Leszarjuk. Ezt kirakjuk. Csontkés, most azért viszem, nem viszem magammal, tudod mit, nem viszem magammal. Meg ezt se visszük magunkkal. Így megyünk, jó? És akkor a bringával most már, de jó, van bicikli. Nagyon cool. Hú, de nagyon gangsterül nézünk ki, gyerekek, meg össze-vissza vagyunk. Nincsen semmi. Jaj, de jó, hallod, végre normális sebességgel tudsz közlekedni. Hú, ezt imádom. Szuper, gyerekek! Komolyan mondom, nagyon boldog vagyok.
Tök jól állunk, tök jól sikerül itt boldogulnom. Remélem, hogy azért ti is érzitek, vagyis nem tudom, nem azt mondom, hogy büszkék vagytok rám, az egy hülye kifejezés lenne. Hanem így, hogy mondjam, hogy így érzitek, hogy valamivel azért egyel. Hallod, ez a jó gyerekek, ez a jó, hogy milyen jó tudsz menekülni így. Nagyon jó ugye a progress, mármint elég jó progress szemben, talán úgy mondhatni. Na jó, a bringát azt ott hagytuk, és akkor vissza kéne rakni ide a building blokkot. Ja, sokkal odafigyelősebb vagyok. Valaki írta is, hogy jaj, de jó, végre nem normálisan játszol, nem olyan borzalmasan elmebeteg módon, figyelmetlenül. És igen, próbálok. És nekem is tök jó, hogy nem egy ilyen borzalmasan. Sokkal jobban élvezem ezt. Sokkal jobban élvezem. Az az igazság, hogy annak nem volt tétje. Ugye, annak a sorozatnak sajnos nem volt tétje. Ott egy táska. Mert igazából túl könnyű volt. És ez engem nagyon zavart. Itt annyira kell mindenre figyelni, és annyira imádom ezt a dolgot. Csak az a baj, jaj, nehogy a csortkést ott hagytam diktikbe, az nem, hiszem, hogy mindegy. Jó, ezzel is ki tud harvestelni, csak azt hiszem, a csontkés se több jött volna. Dolog. Izét kellene craftolnom gyerekek arról. Stone arról, ja, nincsen stone-om, most raktam ki, meg kell volna csinálnom. Oké, semmi gond, na várjatok. Aha. Miért nem ugrott ez nagyobbot? Nem vagyok lopakodásba. Sikerült. Ugye ott kell végigmenni, azért megvan a csali. Nem jól. Lutölt ki már azt a valamit? Reméljük nem kapcsolják vissza most az áramot, ugye? Akkor fájna. Én az visszatárasztam? Jó, betárasztam. Igen. És sokkal élvezetesebb nekem, hogy ilyen rohadt nehéz a játék. Sokkal izgalmasabb. Tényleg, nagyon élem így. Rengeteget... Nagyon csomó mindenre kell figyelni, tök imádom így. Baze. Vagy itt harcolni a csém. Nem tudsz normálisan. Nagyon sok mindenre kell figyelni. Ügyesnek kell lenni. Nem. Az erővel nem tudsz itt. Nem tudsz bulldozer módjára játszani. És ez még szerintem rohadtul él. Ez most komolyan belebugolt a földbe? Kiesett a grafikából? Ez sikerült akkor, jó, nem baj. Semmi probléma. Kicsit meglepő volt. Morek. Ez nem jó. Azt hittem már régen meghal ennyitől, de nagyon nem akart. Rohadt nagyokat sebezlek gyerekek, bazza. Megint izé, 82-re leütött 108-ról, hallod? Ilyen 25-öt rámber, bazza. És minden egy zombinak más a izéje is, ha észreveszitek. Más a HP, más, amit ütnek. A damage-ük. Jó, egyelőre üzélünk. Sporolunk. De meg ilyen helyre nem szabad beesni. Itt úgy megrög lesz, hogy csak itt is megint, akkor mi anyámat csinálják?
Érted? Hát ez egy akkora csapda, mint az állat. De hát ezt nem szabad bevállalnod, mert megdög lesz haza. Ezt akkor úgy kéne, várjál, ez hányadik emeleten lehet? Hol vagyunk? És akkor oldalról valahogy beásni. Ez ide nem szabad leugrani, gyerekek. Megdög lesz basszus. Tényleg. Tényleg nem szabad. Figyeljetek, elvileg valahol ide kell. Ide jutnánk. Így megnézzük. Nem szabad, nem szabad. Meghalsz. Oda beugrasz egy ilyen helyre, meghalsz. Nem tudod megölni a zombikat. Berage-elnek, kettő zombi van, már meghalsz. Egy zombitól is meghalsz. És szerintem körülbelül, majdnem pont a csapna. Körülbelül jó helyen ásunk be. Marja már? Az a pont a izé mögött, a tükör mögött. Reméljük, hogy itt be tudunk jutni. Jó lesz, így bejutunk valahol itt. Ja, mindenképp kell mindig olyan udvar, ahonnan, ahol el tudsz menekülni, mert megdük lesz. És ez nagyon-nagyon érdekes így játszani, hogy nem csinálhatod azt, hogy jó, most én berohanok aztán. Na mi a pöcs van itt már, gyerekek? Egyszerűen nem teltem meg, hogy beugrok oda. Ugye általában ilyenkor mindig azzal, hogy triggerelődnek a zombik, ahogy leesel, aztán erre kukú. Megjutottunk a vécén keresztül. Semmi gond. A probléma, gyerekek, minden oké. Semmi gond. Megint kiesett a grafikából, de jó. És nehogy így meg tudjon ütni. Klotyó manóba mentünk át. Most, hogy itt ilyen biztonsági játékot játszom, de nem akarok megdögleni. Olyan kis szépen mennek a dolgok. Ugye rohadt sötét a gyerekek. Ha itt estünk volna le, és tudja, hogy lett volna valami harakiri. Na, van egy izé, van egy skill pontom szerintem, gyerekek. Aha, és ha izére rá kéne raknom még mindig a deep cut-ra, azért, hogy jöjjön már, essen már valami izé, valami kés. Ugye ezzel, hogyha raksz arra a skillre, akkor ugye növeli az esélyt, hogy olyan fegyver esik, amire raksz. Úgyhogy ez egy hasznos dolog tud lenni. Jó, elvileg akkor itt nincs semmi. Megkukkantjuk lent. Megkukkantjuk lent. Oda nézzél, bazen, de érted? Hogy az anya úristenébe vesz észre. Hogy vesz észre? Egyébként van olyan mód, hogy meg tudod nézni a HP-jukat, vagy látod a HP-jukat a zombiknak. Így megmutatja, fölötte mutatja, de nem tudom, az a mód az nem biztos, hogy annyira jó. Itt van a izé, valahol. Amit kellett, ugye? Megvan a küldetés. De még nincs a fölút. Ami azért nem ártana. Gyanús helyek vannak itt, és itt már megint csinálok én magamnak útvonalat. Menekülő utat. Gyerekek, ez egy biztonsági játék van, nagyon. És nincs itt senki. Az szívos. Egyelőre. Lehet, hogy először inkább meg kéne nézni, hogy ki van itt. Na mi van már? Megnézzük, biztos, hogy van itt valaki.
francba berézselt. Kapisába. Ez hatalmas ötlet volt egyébként, köszönöm gyerekek, hogy ezzel dolgozzak. Ez nagyon jó volt, nagyon szépen köszönöm. Aha, három is. És ez baromi jó volt. Öcsém. Öcsém, facsiga, ne fuss! Á, meg! Ne rohanjál annyira. Mindjárt, tesó. Az. Ivaze! Meg halt. 58 HP gyerekek, két ütésebb az -e. Halál közeli állapotba csapnak ezek. Úgyhogy ez nem vidám dolog, de hát ez van. Valamit valamiért, ugye? Jó, nézzük, hogy mi a szituáció. Ki kell utolni mindent. Szerintem több nincs, több ellenfél. Valami még örög. Szerintem odakint. Mondjuk az se baráti. Gyógyítsunk magunkon egy kicsit. Nem szeretek gyógyítgatni magamon, mert... Az nagyon jó. Nagyon jó az a mod. Mákos vagyok. Mákos tészta. És nagyon itten beszorítsanak be az, mert te harakiri lesz akkor. Valaki nagyon-nagyon tombol. Főzőerény, vigyük azt is. Nem vagyok boldog ettől a hangtól. Ez nem is egy. Aha, ott van, jó van, nem baj. Ez jó az, semmi gond. Semmi gond. Majdtól betesz. Kicsit fosok, hogy beszorítanak. Nagyon nem vagyok biztonságban. Megvan minden, jó van, menjünk innen a francba gyerekek. Más már úgy sincs, megyünk vissza a bringánkért. Aztán már megyünk is, jó? Szuper, jó voltunk, jó van gyerekek. Hol a bringa? Valahol itt. Ez nagyon jó, hogy tudunk ilyen rohadt nagyot ugrani. Oké. Jó. Jó volt, jó volt, jó volt, élveztem. Tök jó. Igen, nagyon-nagyon kell koncentrálni. Annyi. Azt gondolom észreveszitek, hogy nagyon feszült vagyok. De tényleg nem akarok megdögleni. De, ja, meg bocsánat azért az akadásokért. Hát sajnos a háttérbe töltődik le egy játék, ami nem más, mint a SnowRunner. És amiatt így érezhető, hogy a gépem szenved szerencsétlenje. 14.55, még kéne küldetést csinálni, fejlődni, mint az állat. Most megint ugye, meg kéne nézni a traderni, bár azt hiszem, hogy a negyedik napon van nála. Menj már odébb, na. Bazen, pont be akarok a biciklimbe, hihetetlen. Armor pocket, ezt tanulhatom. Ugye mondjuk az nem lenne egy rossz dolog számomra. Mondjuk a crafting skill, ezt lehet, hogy meg ez elviszem, mert nekem az nagyon kellene már. Speciál jobb hagyjuk. Itt nézzük, hogy mi az, ami eladható. Iron arrow, ez nekem való. Itt volt a csorkésem, de hülye vagyok. Azt hittem, hogy nincs nálam. Bocsánat. Buta voltam. Ez nagyon jó mod. Ezt nagyon örülök neki, nagyon vártam. Ez egy baromi jó dolog. Nem kell, mert igazából van egy darabom. Egy darab kő trollkodik itt, tök jó. Igen, jó, ezek maradjanak, aztán mindjárt rendet rakunk. Egy pillanat. A cipőmbe akarom a modot. Igaz, hogy valami kaki cipőm van. De ugye ez egy nagyon jó mod, gyerekek. Ez egy nagyon jó mod. Nem, kevésbé sérülsz, ugye? És akkor egy darab jobunk van már csak. Jó, kiássuk azt, tegye fele.
Csináljuk meg, és lehet, hogy mondjuk 15 órakor nem lehet, hogy nem kéne elmenni 4 kilométerre messzebb. Meg akartam nézni, hogy nincs nála valami jó fegyó. De szerintem nincs. Jó kés, egy jó kés, tesó, nincs egy jó késed, nincs. Vagy pedig az hol van, az túloknál van? Nem. Nincs nála semmi olyan, ami nekem kellene. Dinamit van nála 310 darab, hallod? Az viszont lehet, hogy azt itt... A dinamit. Explosive damage, 505 fer, ez meg... Hát ez nagyon-nagyon robban, hallod. Ebből vegyünk két... Ja, mi darabja annyi? Ha hülye vagy. Akkor ez nem volt nagy üzlet. Jó, nem költünk erre. Egyet vettünk, de biztos nagyot robban. Bandázs. Poli. Mennyibe kerül ez, tesó? 6400-ba kerül? Ez a drágaság van itten. Engine. Ez is egyébként jó, mondom, de nagyon drágák ezek még nekem. Jó kis izeik vannak, jó kis ruhák is vannak. Ez amúgy esetleg nincs valami értelmes, de nagyon nincs. Nincs olyan iszonyat jó cucc. Oké, figyelj, akkor az van, hogy ezt megcsináljuk azt a dolgot, ide meg. Ha már egyszer van nekünk egy ilyenünk, pakoljuk már ki, ezt meg kell tanulni. Ami nem annyira kell, hogy nálam legyen. Állj, gondolkodj el, Keeper, ne legyél hülye. Vegyél fel mindent. És biciklibe, esetleg akkor kipakolhatnék. Murky Water, itt aztán nem látok aztán tényleg semmit most. Ezt leszkrepelem, nem érdekel. Jó lesz rongy. Rongynak. Nem volt a legnagyobb ötlet egyébként, hogy... Együnk! Együnk! Kaja szinten még mindig nem állok túl jól. Ez Krauzó. Nem érdekel, ez se érdekel. most most nem fogok csinálni. Úgyhogy ez így jó. Jó gyerekek. Oké, menjünk a francba. Majd ugye a végén, a nap végén el kell mindent vinnünk. Haza. Tehát azért nem is baj, hogyha befakoltunk már bringába valamennyi cuccot. Majd kéne innunk egyet. Ja, meg a ízét, azt a katonai bázis lehet, hogy megnézem. Mert ott azért szoktak jó dolgok lenni. Jó, ezt kiássuk ezt, úgy látom, hogy más jobot nem is nagyon akar csinálni, vagy adni. Szerintem nem is fog. Nem fog a tír emelkedni már. Hanem az csak holnap. Ugye az írta valaki, hogy azt jelenti az a piros jel, hogy gyakorlatilag tír nem emelkedik, akkor, hogyha az benn van az a jel. Szóval ez annyira nem nagy probléma, de ma viszont azért elég nagy problém. Kocsikat meg kéne néznem, nem? Kocsikban szokott lenni random ilyen tök nagyon jó cucc. És most már kettő van a Deep Cut-on, és még mindig nem adott egy darab vágó fegyvert se. Az egy kicsit számomra szomorú. Mert ugye kéne adnia. Gyerekek, itt van még egy város. Van itt még egy város. Ő is kisváros, vagy ő már nagyobb város? Ő is kisváros. Mondjuk az nem boldog így. Ő, várjatok, kell egy ásó. A francia se bele ebbe az akadásokba, basszus. Nem annyira veszélyes, de veszélyes, idegesítő. Ugye csinálunk egy ásót. Hol vagy? Mi kell hozzá még, úristen? 3 darab gyöp.
Meg három drop fa. Megvan, oké. Okay. És akkor csináljuk meg végre. Ilyennek ötök a részti. Az a robbantós tudsz, az lehet, hogy jó lehet. Mármint ez a dinamit. 550 damage-el. Majd eldobjuk. Azt hittem, hogy 300 egy egész pack. Azt közben meg csak egy darab. Úgy nem volt baráti. Na! Csapjuk neki, mert valami legyen. Még mindig ugyanolyan szarulásunk, úgyhogy ezt ne lepődjetek meg. Viszont hiszunk egy finom kis vizecskét, lehet, hogy kettőt. Aztán ma is gyűjtöttünk egyébként Murky Water-t, mindent. Nem tudom, mennyi műanyagunk van, az tök jó lenne egyébként már megcsinálni azt a dolgot. Nem szeretem egyébként ezeket az ásos küldetéseket. A pot sokáig tart. Mennyit ad egy 20-at ad, vagy mennyit ad? 20-at ad, 20 voltert ad, azt hittem 10 voltert ad, de 20-at. Nem 10-at adott ez, bazze? És én emlékszem, hogy ennyire rosszul. Tényleg úgy emlékeztem, hogy 10-et ad. És a Deep Cut-on, bazze, és nincs több küldet, nem skill pontom. De ez a vicc, hogy Deep Cut-on, Blade Weapon. Ad. Ugye oké, okay, hogy parcot is ad, de parccal nem nagyon sokra megyek, én nem akarok. Nem hiszed el! Figyeld! De ezt tudod mekkora mag volt? Ez egy full-full mag volt. Hol van a biciklé? Hát ekkora mag, nem is hiszem el, hogy van. Jaj, mazze! De hülye voltam. Ez nagyon nagy szerencse volt. Hogy így ás, én soha nem volt ennyire szerencsém, hogy gyakorlatilag egyből ráakadok. Ez jó volt. Álljál meg! Tesó, volt itt egy gumi. Menjünk az úton, azt a gumikat üssük szét. Na, illdomos lenne, meg cső is kell hozzá. Azokat meg eladtam én, értelmes. Menjünk az úton hát, hogyha látunk gumit, jó? Kocsi. Kilutoljuk azt a kocsit. Hát, hogyha egy ké is legyen már, egy macsétáért meg ízre, ölnék, bazzek, komolyan mondom. Egy macséta, az annyira jó lenne nekem. Annyira imádnám egy macsétánt, hogyha dobna a gém. De hát látjátok, hogy dukú. Kraftolni azt meg nem tudok, ugye a vágóeszközök közül macséta az utolsó kraftolható. Ez a legvégén tudod. Megint egy pipe. És akkor most a bringa az hova gurult? Ott a tyúka. Figyelj, ezt a tyúkat, ezt komolyabb adom, azt le kéne lőni. Aha, ez kellett. Kell kaja. Sajnos a kajából nem vagyunk jól elládva. Vadászni nem nagyon vadászok. Éjszaka ugye lehetne vadászni, hát éjszaka sprintelnek a zombik. Insane nem biztos, hogy megérné. Jó. Megcsináltuk az összes tier 1-es questet. Elmegyek a katonai bázishoz. Azt ki fogom lootolni, és lehet, hogy akkor elmegyünk arra hazafele. Meg lehet, hogy lootolgatunk random esetleg valami jó helyet. Ott volt egy gyógyszertár is például, az is tök jó lenne. Hát, hogyha bemákolunk egy vágófegyvert. Majd tudom, hogy itt a csontkés, nem tetszik a csontkés, ne arra ugye. Igen, mi van? 762-es ammó, az kell, gyerekek, azt elhoztam most. És ugye elvileg... De, bazze, igen, tier 2-es, ja, akkor tudnám megcsinálni, hogyha... jó van, mindegy. Fölvettem, mert legyen. És nézzük esetleg, itt vannak olyan dolgok, ami nekem nagyon nem kellenek. Ugye? 10 darab húsunk lett. Jobb, mint a semmi. Jó, meg van egy csomó lóvénk. Oké. Okay. Igen, és akkor hol van a következő? Trader? Erre van. Erre, valamerre. Arra, itt.
Ez elég messze van, úgyhogy ezt mindenképp egy külön részbe kellene megnézni. Nem ebbe. Úgyhogy a holnap elmegyünk szerintem oda a traderhez, hát találunk valami jó cuccokat is. Meg azt hiszem negyedik nap fog frissülni ennél a tradernél is a cucc. Úgyhogy az is egy tök jó lenne. Úgyhogy több dolgot is meg tudnánk egyszerre csinálni. Holnap mindenképp elmegyünk a következő traderhez, negyedik nap lesz. Az első napon nem akarok bázison túlélni. Insane módban első éjszaka megpróbálom kívül, kint túlélni, jó? Ezt így gondolkozzunk, gyerekek. Tudom, hogy egy kicsit lehet, hogy nehéz lesz, de szerintem nem kivitelezhetetlen. Na nézzük ezt a kis katonai bézt, hát hogyha találunk valami jó cuccot. Meg az utakat kéne stírolni. Na ezt megsassantjuk, jó? Megvárjuk egy kicsit, hogy menjen fel a staminánk. Meg meglessük, hogy nem látunk rá valami ellenfélre innen, de hát úgy látom, hogy egyébként nem nagyon. Ha de. Kettő darab katona kapásból itt. Három darab katona gyerekek, figyeljetek most, szerintem eljött az idő arra, hogy a dinamitot kipróbáljuk ezekkel a csávókkal. Össze kéne szedni őket egy helyre nagyjából. Csak az a csávó, az van ott egy, aki nem akart kijönni, pedig jó lett volna. Kipróbálnám azt a dinamitot. Csak be van bugolva a textúrába. Ezek biztos order áré nagyot ütnek. Aha, itt van négy darab katona gyerekek. Oké, okay. Hány darab? Öt darab katona? Na figyeljetek, ezt most megszivettük őket a fán. Kifer kitalálta itt a dolgot, megpróbáljuk. Azzal a TNT-vel egy helyre csaljuk őket, addig futkorászunk egy kicsit. De basszátok meg! Ne üssétek azt a terrorútot, hanem gyertek utánam, hallod? Vagy valamit okozzatok magatoknak. Ez jó. Próbálom belecsalni őket. Nem fog kicsit robbanni. Azt a bőtyárba, az mi volt ez, tesó? Ez brutál volt, hallod? Széjjel csapta őket. Széjjel ugrottak mindenfele. De azt meghalni nem haltak meg, hallod? Öcsém, kocsiga. Hallod, ezek kemény gyerekek. Na, ezek kemény gyerekek. Ezek föse vették, hallod a izét, a Dynamo TNT-t. Így szétcsapta őket, szétugrottak, szétröpültek, de nem döglöttek meg bele, bazze. Úgyhogy ezeket még egy kicsit össze kéne csalni. Okosba. Így összeszedem őket egy helyre. Úgy az, ugrott egyet a csávó meg. De azért rendesen fökerek, hallod, ez a baj. A tökömér akadunk, hallod? Mondjad meg fele. Azt a betyár fut a csávó, mint az őrület. Fussá! Ez olyan trángver, bazzek. Tökük leszakadt, hallod? Nesze! Robbanik! Ír. Na, annak lekapta a lábait, hallod? Ez szizéva, Vietnám. Hallod, egy darab keze van. Csávónak. Mind a két lába leugrott. És még bírja. Szintet léptünk. Hát nem csoda, hallod? Ez a csávó is itt széjjel ment. Ha! Ez nem voltak gyengék ezek a gyerekek. Az első TNT savott ide egy hatalmas lukat. A gyerekek azok... Nem hiszem, mert ott van egy sikítos. Nem, kettő sikítos, miért köl engem bántani? Miért köl a keepert bántani állandóan? Arról beszéljük. Ott hallod, annyian jönnek, mint a nyüvek. Ja, mert a robbanás. Ja, mert a robbanás, ugye? Ugye? Hát akkor fel is kaptak egy kis robbanást. Az anyátok valaga! Neztek be azért. Na, most ez... Köllött nektek itt. Hallod, és elröpül, érted? Ezek jobban lesznek a robbalástól. Nem, hogy izé, nem, hogy fájna nekik, hanem
Jobban lesznek tőle, bazza. Hát így, így, ah. Úgy van egy ilyen izé, egy ilyen hely. Hallod, miért van ez nekem, mert én megőrülök. Úgy aranyos dolog, hogy így beakad néha. Figyelj a néni, kettő fejes után neki az szaladni. És elfogyott a robbanóanyagom, pedig itt aztán tudnám használni, mi? És ezekkel mi az öreg anyám bologát csinálják, hallod? Nem tudom. Ott is egy kozol zombi. Inszénen azért egy ilyen sikítós, nem baráti dolog. Igen, itt vannak csapdák. Ezt akarnám megnézni, hogy itt vannak ilyen lőszeres pityuládék. De ne, miért akad be? Miért akad? Nem tudom, lefeksz, lebújok, vagy valami hát, hogyha nem vesznek észre, nem? A tökövet nem. Én nem akarom, hogy támadjatok, gyerekek, hát hagyjatok már békén. Ilyen késő alkatrészeket mindig kapok, csak azon semmire nem megyek, mert ugye nem tudom lecraftolni őket. Jó, hát ennyi volt igazából ez a katonai bázis, semmi extra. Csak belementem háromszor ebbe a tüskés bokorba. Annyit értem el vele. Hát ja, hát ez gyerekek, ez nem, ez szurrel világ van itt. Itt azért vigyázni kell dolgokra. Oké, okay, visszamegyünk, összeszedjük a cuccokat, aztán elmegyünk arra hazafele. Hát, ja, srácok. Nem egyszerű az élet itt. Be akarsz támadni egy ilyen helyet, de basszus, azt meg végképp nem értem, tényleg most ez nekem sok, vagy nekem nehéz a felfogásom, de hogy a fenébe csinálják azt, hogy dinamitrúra találdobsz, és akkor semmi bajuk nincs konkrétan. Kilútolom a ládámat, azért megyek egyébként, csak már egyébként el vagyok ki teljesen keseredve, hogy ennyire erősek a zombik. Sima normál katona zombi, hallod, mi lesz a radikkal? A radik engem két várra fektetnek. Jó, ezek, ja, innen akarok fölvenni mindent is. Nagyjából, meg annyi, hogy ebbe belepakolunk, mert elvileg talán van olyan, ami így belemegy, ha erre gondolt a keeper. És akkor a maradékot is föl tudjuk venni, egy darab sín maradt ott. Megesszük ezt a kaját, és akkor az is jön velünk. Hogy nem. Várjál ma? Akkor együnk még kaját. Jó, és akkor igazából minden nálunk van. Ja, nem egyszerű, nem egyszerű. Nagyon oda figyelni kell, vagy nagyon oda kell figyelni. Azt hittem, hogy olyan lazán én kifogom ezt pucolni. A gyerekek, itt rohadtul kell figyelni, hogy nem szabad hangosnak lenned, mert ugye a sikítósok azok a zajra jönnek. És eldobtam basszus néhány robbanóanyagot, és látjátok, hogy mi történt. Bocs az akadásért, valószínűleg nem a háttérbe kellene töltenem akárcsak a pornót, azt akkor jó lenne, tényleg sajnálom. Fölmegyünk, lepakolunk, azt még levejövünk, lehet, hogy akkor kilutolunk egy ilyen épületet itt. Holnap reggel meg kapásból megyünk akkor a következő helyre, jó? Valószínűleg, hogy az lesz. Tényleg annyi, hogy ki... fölmegyünk, aztán kipakolunk, kilutolunk, vagy minek nevezik azt. Kiürítjük az inventorit, meg a bicikliből is felpróbálunk mindent is hordani. Ja, itt vagyunk. Megjöttünk. A bringa szerintem tök jó helyen lesz itt. Indulásra készen, ha úgy jön. De most egyelőre akkor pakoljunk ki. Egyébként, hogyha parkőrön maxol... Na már... Nem értem ezt. Eddig nem csinálta ezt a töltögetést, de tényleg valószínű, hogy azért, mert háttérbe töltök le egy 120 gigás játékot. Oké, akkor figyeljetek ide, ki kéne pakolni mindent is. Ide meg a kajákat, ugye arról beszéltünk, hogy a kajákat, piákat ide. Meg a gyógyszereket is nyilván. Valami, amit minden, mint a bucsúba
Úgyhogy onnan is majd át kellene pakolni. Figyelj, ezt is kipakolom. Ezeket ugye jó lenne eladni majd. Majd rendszerezünk, mert itt na, tényleg bele vagyok bonyolódva. Viszont lett alkálőszerünk, az tök jó. Csak azzal mondjuk lehet, hogy forrolni kellene. Jó, így egész kellemes. Ezt a litrátot ezt csapjuk már ki innen, ezt meg rakjuk ide vissza. Ezt az ásót kirakom, mert nem köl, szerintem. Majd csinálunk még csapdát inkább. Még felhozok a bicikliből is mindent. Legyen az is meg. Arra lenne kíváncsi, hogy milyen magasról tudok leesni, mert egyébként lehet, hogy le tudnék ugrani, főleg, hogyha csinálnék egy szalmabálád vagy valamit, mert akkor nem kéne itt elétrazgatnom, de szerintem ilyen magasról így lazán le tudok már. Benn van a mod is. Ugye? Hát egyszer ki kell próbálni maximum. Meg csinálni szalmabálát, lefele ne kelljen itten tök a résznem ennyit. Az tök jó volt, ötlet volt ez a toronyra fölépítkezés. Vasból van, eléggé stabil. Az, 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 az gyerekek. A tojás a másikba, a murky water a másikba. Oké, okay. Van 9 murky waterünk, van itt mindenünk, minden bucsóban a gyerekek. Tök jól állunk. Majd ezt éjszaka elrendezgetem, nem akarok vele most tökörészni, jó? És akkor nézzük már valami helyet. Figyeljetek, innen szerintem Simaliba, meg innen is Simaliba. Jó, és akkor nem kell annyit tökölni. Na, figyeljetek itt a környéket, még nem olyan nem tetszik, hogy itt esélyes, hogy ezek tier 2-es helyek. Nem örülök neki, hogy itt lehetnek zombik, úgyhogy ezt lehet, hogy ki kéne pucolnom. Meg hát ingyen loot is, gyerekek, így is. Ó, te fiú, ez megint honnan hallod? Akkora szivatások vannak ebben a játékban. Ez meg úgy fogja bírni be az ütéseket. Ah, meg fut. De jó fut. De jó, hogy fut. Álljál meg, bazze! Álljál meg! Úgy. És azt nem tudom fölfogni. Tényleg miért nincs izé? Miért nem kapok egy vágó fegyvert? Aha, ez a csáó, ez kevés gyerek. És még mindig él. Na, hogy azt mond. Na, jó, csak nézzük meg a skill pontokat. Van egy skill pontunk, és még mindig rá fogom rakni a deep cutra, úgy baze. Hogy nincs egy darab vágó fegyverem, hallod? Pedig most már nagyon, nagyon illedemos lenne. Adjunk egyet, megeszem ezt, ebből van kettő most. Ez tök jó. Meg úgyis HP-t is kellene regenerálni. Ez honnan ugrat? Jó, itt volt a ládába. De rendes. Na, fú. Medium armor. Staminát csökken, nem örülök neki, meg mobility-t. Úgyhogy ez nekem nem lesz jó. Mindenképp light armor, gyors mozgás legyen, meg minden ilyesmi. Úgyhogy az fog itten zajlani. Ezt az egészet megpróbáljuk kipucolni, gyerekek. Megkeressük a bejáratot, ezt a pubot kipucoljuk. És talán mazlim lesz, esetleg kapunk egy. Meg az lesz jó, hogy akkor tudom, hogy itt nyugalom van ebben a pubban. Nem fognak meglepni. Szerintem ez egy tök nagy épület. Ez egy tier 2-es, úgyhogy azért észnél legyünk. Szerintem jönnek többen, kellett volna készítenem. Tudjátok, hogy mit. Nincs rám fa. Fa nincs. Gyerekek!
És ezek mit bírnak? Ebbe körülbelül belelőttem, nem tudom, 10 nyílvesszőt van. Végre. Jó van, csináljuk azért dinamikusan valamennyire, mert itt izé van. Harakiri. Egyébként ezen az ajtón ki tudnak bújni, arra nem is gondoltam, nem is tudtam. Gyorsan, gyorsan. Szerzünk valami lootot, jó lenne valami basszus, de nagyon örülnék valami jó késnek. Nem tudom, mert ugye egy rohadt kés nem tudok lootolni. Ennyire nem lehetek szerencsétlen. Ott maradjál. Íh, milyen luftot ütöttem. Aha. Kaptam egy pofonot. Hol vagy? Ha megrakadt. Gyerekek, bazze, komolyabb mondom, olyan kemények a zombik, itt megőrülök. Gyere ki vagy, valamit csinálja magad, de. Végre meg volt szerintem. Beszorás. Jó, hát ez egy tier 2 azért, de akkor is. Ecset, az kell nekem, az egy rohadt tízét adjál már, more! Itt biztos lesznek. Zombeka, zombeka, biztos föl, de valahonnan leesnek. Jó, az már átjárható lesz, meg nem lesznek zombik, az nekem már az a tuti dolog. Meg bízok a jó útba, nagyon kellene egy kés. Rá van pakolva Deep Cut 3 már, basszus, már majdnem nyervezem. Ezt nem esik egy rohadt. Itt lesz a szép, tuti, gondoltam. Egy kés, gyerekek, annyira köllene egy kés. Mi az 5 percig ide van? Valami nagyon jó bónusz kaptam. Nem biztos, hogy ki tudom nyitni. Aj, nem, nyíts ki. Ne cseszd az az. Ne legyél. Hát ezt nem fogom kiütni, az biztos. Á, gyerekek, az összes izei lockpikemet elcsesztem. Ja igen, itt szerintem még ez a másik is ugye ez tartozik, úgyhogy megyünk tovább. Van egy ötletem. Ezeket a hordókat nem lootolom ki, nagyon üzemanyag nekem nem kell. Viszont lehetne vele egy trükköt csinálni, ugye robbanthatnék vele. Aha, szerintem ide valahogy hogy lehet átjutni? Tetőn keresztül vagy valami? Volt valahol egy létre, gyerekek? Ki látott egy létre? Tudja, hogy valahogy tetőn keresztül lehet. Nem hiszem, hogy nincs egy létre. Itt egy exit. Mi? Aha, gondoltam, de várjatok, madár az lehet. Kapjunk egy kis bónuszra. Jó vagy, jó vagy. Büszke vagyok rá, Keeper, kabajában, de... Várunk, stamina! Úgy! Stamina most! És megütött. Mit bírnak ezek be, ezek a zombik, tiszta para az egész?
20-27, jó lett volna gyorsan ki megcsinálni ezt még. Igen, itt tudsz bejutni oda, csak az a gond, hogy beugrasz. Ez gyanúsan veszélyes lehet. Ha le is szokott a csávó, figyelted? Itt tele van ez a hely. Csak egy baj van, hogy mindjárt izé lesz, mindjárt éjszaka lesz, úgyhogy ezeket mindenképp ki kell írtanom. Valahogyan. Na, tehát beszakadt a csávó. Majd nyugtalankodjanak csak. Ez jó lesz, mert megpróbálják kiásni magunkat. Ezzel csak én nyertem. Ó, hát sokan vannak, figyeld. 1, 2, 3, 4, 5 darab. 5 darab, és itt lesz a főút. Hol akarnak ezek kijönni? Jó lenne, nekem lenne fám. Úgyhogy lehet, hogy azt csinálom, hogy elmegyek fát vágni. Meg még kutyaház is van, úgyhogy gyanús nekem ez. Valami fát ki kéne csapnom, és kéne csinálnom csapdákat. Amúgy is ez egy jó dolog. Csinálunk csapdákat, pillanat, gyerekek. Ezek jók, hogy jó, hogy leszakadtak, meg jó, hogy észrevettek. Abba ezeket ki is jöttek ezek, hallod? Na várjál, most akarom az egyik trükköt, amiért nem vettem fel a hordót. Figyeljetek. Közben csináljunk spike trapot. Pillanat, figyeld. Aha, erre gondoltam. Hogy nem veszem fel ezeket a hordókat. Hanem ez egy jó opció lesz kinyírni őket. Ugye vannak ilyen, nem csak a hordók, hanem különböző tartályok, amiket hogyha meglősz, azok így robbanthatók. Csináljunk közben spike trapot is. Jó sokat eszik egyébként, jó sok kell belőle. Van egy olyan shot, de gyarom, hogy ennek is van bőven staminája. Vagyis HP-ja. Jó, semmi gond. Nézzük meg, hogy hol jöttek ki. 253, teljesen jók vagyunk még. Aha, itt volt egy ajtó nekik. Hopp, kutya, 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 kutya. A kutyával nem viccelünk. A kutyával nem viccelünk. Ebben meg már mennyit beleütöttem, lőttem, gyerekek? Ebben a csávó. Jó, a kutya az ki fog jönni. Úgyhogy most. Most van baj. Ez majdnem kicsinált a kutya, hallod? A kutya majdnem kicsinál, gyerekek. A kutya az nagyon rohadt veszélyes. És úgy látom, most küzdöttem először a kutyával, és nagyon sok HP-juk van. Úgyhogy ezzel vigyázni kell. És 21 óra valamennyi van, gyerekek. Most nem szabad elcsesztem itt a dolgokat. Ezeket ki kell írtanom, azt ki kell utolnom ezt az épületet. Na, tönkre ment a fegyverem. Meg ez is tönkre van menve. Ráadásul még futnak is, de jó. Jó, ez meg volt? Nem volt meg. Óvatosan. Ez mi volt? Ugye nem egy sikítós? Nem egy sikítós? Ó, hogy a szemek álljon meg, kettő sikítós 21-13-kor! Nem az kell, az a cső kellene hozzá. Most nagyon beszívok. Most nagyon be... Ó, de nagyon beszívok!
Úristen! Egy cső kéne, nincs nálam cső! Millió zombi! Le kéne rázni őket. Ugye jó, mert... Nem tudok felugrani. Várjál. Menj már föl! Nem tudsz lopakodni, amikor mászol, ugye? Ez egy probléma. Most annyit csinálunk, hogy nagyon gyorsan fölmegyünk. És lopakodásba vágtunk! De menjél már föl, az, hát a fanyár valaga, hogy ilyenkor nem mész föl. Nincs nálam cső, nem tudtam megjavítani a fegyverem, de hát ennyi zombival nem is tudtam volna elbánni. Ez hol vagy 10. És akkor most lopakodásra váltunk, ez erre is rohadtul se sorulunk. Aha, ott több zódnak, figyeljetek mennyi, nagyon, nagyon sokan vannak. Ott van egy, ott van egy, ott van egy, elől is rengeteg. Hát ugye ez az előnye, hogyha jó lopakodók lennénk, akkor még inkább hamarabb ugye le tudod droppolni, ők ott is vannak. Úgyhogy ezt fel kell készülni, aztán éjszaka. És éjszaka fel kell készülni, és meg kell őket ölni majd. Ja, jó, oké. Jó, mert ugye el tudsz rejtőzni, az egy jó dolog. Viszont szomjasak vagyunk, késsek vagyunk, túl vagyunk terhelve. Meg mindig megakad ez a játék, de nem tudom, hogy miért. Most is nézzétek, most ez mit csinál? És megint átrakta, ezt nézzétek, hogy ezt miért csinálja? Átrakta 4K-ba. Most ezt valaki magyarázza meg, léci, mert ez engem varít, hallod? Figyeld, display, és 4K-ba vagyunk. És ilyenkor nem tudom, hogy egyáltalán nem elcsesződik el a felvételünk, remélem, hogy nem. Nem tudom, váltogatja ezeket a dolgokat, ezt például, hogy 4K-ba berakja. Na, szomjasak vagyunk, tudom, meg kell inni a vizecskét. Jó, megúsztuk. Kicsit rendet kéne rakni, mert itt borzalmas dolgok vannak. Igen, jó már szívtuk. Nem volt nálam cső. Ugye elfelejtettem, hogy konkrétan csővel lehet javítani ezt a fegyvert. De hülye voltam. Ezt leszkrepeljük, nézzük átni. Nem tudom, mik ezek a dropok. Komolyan, nem tudom, mik ezek a dropok. Bocsánat, érte. Nem tudom, hogy csövet azt tudok-e így csinálni. Short pipe. Aha, forget iron-ból lehet. Vagy pedig idejébe, clay-be. Jó. És ezért én hülye eladtam, mi? Most aztán mondta... Látjátok mi van, mi történik? Ez történik bele. Jó, egyelőre nem is fér ide több. Annyit tudok csinálni, hogy várjatok egy pillanat, jó? Aztán rendet rak a keeper. Ugye kaja, meg pia, meg ilyenek azok jöhetnek ide, és akkor innen is kiszedjük azt mindjárt egy pillanat, mert itt aztán van itt minden is. Csontot ezt nem. Nincsen valami kaja alapanyag, vagy valami ilyesmit? Hát, cottont, ebből megcsinálom egyébként azt a izét, ezt nem akarok ültetni. Ja, ezt át akartam rakni, ezt meg le akarom scrapelni. Oké. Meg ezt is leszkrepelem. Nem érdekel most egyelőre. Oké. Meg ezt is leszkrepeljük. Ezt akár még tudunk egyet csinálni. Nézzük át, hogy mi az, ami nem kell. Ezt is leszkrepeljük. Egy darab ilyen nem kell. Kellene majd csinálnom. Ilyet. Négy darab kövem van, akkor ezt meg is állok egyelőre. 175 van ebből, azt hiszem, hogy 200-ból tudok csinálni, szóval ez is. Meg a pipe sincs nálam, úgyhogy az se jó. Úgyhogy vannak itten problémák, hiányosságok. Hát a pipe-ot kár volt eladnom. Az az egyik legnagyobb hiányosság. Ezt a makkot is kidobjuk, fölösleges. Oké. Ebből meg megcsináljuk a dolgokat, azt meg átpakoljuk oda. Oké. Már mint ebből csinálunk. Ilyet. Ez tök jó, ebben mindig kelleni fog, a klót az mindig egy ilyen, és akkor ezt kirakjuk ide,
Ezt berakjuk ide. Nagyon szupi. És már is egyen jobb lesz a dolog akkor. Ezt átrakjuk oda. A plotot majd átrakjuk. Ez mi volt? Nem kell. És akkor itt akartam rendet csinálni, hogy értelmesen legyenek a dolgok. Alapanyagok, gyógyszerek, alapanyag. És a kész kaja pia az meg fönn. Viszont ja, kajám, tojást nem tudom, tudok-e csinálni, lehet, hogy nem. Ugye megnézzük. Nem, még ezt nem tudom megcsinálni, úgyhogy ezt a húst meg ezt a tojást addig nem akarom ellőni, mert igazából az sokkal jobb kaja lenne. Most ezeket megfőzöm meg, megcsinálom egyesével külön, az nem egy nagy biznisz lenne. A recept, water az legyen, lesz külön egy darab waterünk. Az tök jó, egyébként van egy kis kajám még, szóval azzal még el vagyok. Ezt akkor akarom megcsinálni, hogyha már tudok sonkás tojást. Jó, hát van mindenünk, szóval nem egy nagy problém van. Egyedül, amit kéne vinnem magam a herbál antibiotikum, az nem ártana. Meg más nagyon nem. Oké, ezt a klotot meg berakjuk ide. Oké, gyerekek, jó vagyunk, meg minden tök jó. Jó vagyunk, van klotunk is. Ja, cső kell. Meg itt igazából meg kell javítani minden, várják kőből. Meg tudnám. Igazából mindent is nem általán megjavítanom. Ezt is meg tudom javítani. Javítókészlettel javítja, ugye? Ehhez meg nem tudom, mi kell. Mivel javítja? Wooddal? Oké, az is meg van javítva. Tök jó. A pipe kellene nekem. Azt akkor az is meg lenne. Oké. Jó, gyerekek. Egyelőre ennyi. Szerintem 22-33-on hát itt a végére elszabadult a pokol. Majdnem meghaltunk, de viszont még egy napot túléltünk, ami szerintem baró jó. Nincs elosztható skill pontunk, de holnap biztos, hogy lesz. Már bazd, a deep cuts 3 és félem van, úgyhogy ez tök jó lenne. Ahhoz ugye az agility-t kellene felfele nyomnom, de szerintem a parkour-ra rakok, hogy még nagyobbat tudjak ugrani. Meg még ugye, hát ugye erre a kettőre mindenképp kéne, az archery-re is kellene. De ez a deep cut-ra azért pakolok, hogy jöjjön, essen bán valami jó cucc, de úgy látom, hogy még nem. Tudom, hogy egyébként Lucky Looter-re is tök jó lenne, de nem akarok egyelőre. Itt meg szerintem oszlanak addig egy kicsit a zombik, aztán akkor a reggel ki tudom lootolni ezt az épületet. Azzal kezdjük, ezt megnézzük, hogyha sok a zombi, akkor hagyjuk. És nekiindulunk akkor oda, 4 kilométerre, jó? Amit egyébként kitaláltam, bázis tervet, az egy olyan lenne, hogy például, hogyha kinéznénk egy ilyen rohadt nagy helyet, akkor annyi kellene nekem, hogy a hegy tetejére csinálnánk egy olyan platformot, amiből be tudnám csalni a zombikat, hogy leessenek, és úgy kellene onnan a hegy tetejére az alapkőig leásni, az alapkőig, hogy egy tárna, és oda bepotyognak a zombik. És ha ott nekem ásnak a zombik, le vannak szarva. Tehát, hogyha kiássák magukat onnan, akkor sincsen semmi gond. Itt az elején, szerintem, hogy ebbe a nehézségi fokozaton úgy kellene megcsinálni egy olyan bázist, ami biztos, hogy nem halsz meg. Tehát nem kéne meghalnunk. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen insane-en játszunk, és nem halunk meg. Nekem ez tök örülök neki. És jó lenne tovább vinni ezt a vonalat, hogy ne halljunk meg. Nekem ez tök tetszik. Nekem ez bejön. Bejön ez a dolog. Jó, van lőszerünk is, pipe kell. Én hülye mindig eladtam. Úgyhogy ez nem túl jó. Oké, srácok, köszönöm a figyelmet, meg majd csinálunk. Figyeljetek, annyi, hogy szerintem elviszem ezt magammal még. Meg vigyünk woodot magunkkal, meg követ gyűjtünk, és akkor csinálunk még rengeteg ilyen nyílvesszőt. Majd pakolunk rá egyébként. Ja, tudom egyébként ebből, van ilyen recept, ugye. Macséta, de ez nincs. Nem nagyon-nagyon soká fog ezt feloldódni nekem. Ezt meg ugye lehet, hogy el kéne adni.
Úgyhogy egy-két dolgot lehet, hogy el kéne vinni a traderhez eladni. Lehet, hogy azt kéne is csinálni, hogy megnézni, hogy miket adunk el. Most azokat el is fogjuk vinni. Jó, srácok? Legyen egy olyan sorunk, amiket eladnék. Hát ezt az iron, ezt viszont elviszem magammal. Nézzük, hogy miket adunk el. És akkor azt elvisszük a következő traderhez. Hát ez nem nagy pénz, ez nem nagy pénz. Ja, a szenet azt meg be akartam rakni ide. És akkor az megoldódik. Oké. Electric parts, nem nagy pénz. Ez viszont elég nagy pénz, macsétó alkatrész. Viszont ezt is elvihetjük. Ezt is elvihetjük. Ezeket eladjuk, és megnézzük, hogy mit lehetne venni. Ezt meghagyjuk egyelőre. Megnézzük, hogy mit tudnánk venni. Ugye a következő tradernél, meg valószínűleg, hogy már ez a trader is holnap új felszereléssel lesz. Jó lenne egyébként, ötöd azért gyűjtem a pénzt, hát egy jó macsétát vagy valamit meg tudnék venni, ami igazán jó. Viszont ez a mód, ez baró jó, amit szereztünk. Jó, gyűlik a piánk is. Alapvető túlélés tök jól működik. Kicsit szintet kéne lépni egyel. Mármint úgy értem a szintlépést, hogy jobb fegyvert szerezni. Egy macsétával, gyerekek, szerintem ördögi jók lennénk, ugye. A skill, amire pakoltunk, hadd nézzük gyorsan meg. A skill, amire pakoltunk, ugye annyit tenne, hogy vérezik az ellenfél. Ettől lassabban fut. Ugye, hogy pakoltunk erre, így a csökkenti a stamina kosztját az ütéseknek, tehát sokkal többet fogunk tudni ütni. És ez a Killing Blows ad 10 staminát. Ez szerintem az, hogyha megölünk valakit, akkor 10 staminát kapunk. És ugye több fegyvert találunk. Amire még akarok erre, az, hogy gyorsabban tudjunk ütni. Meg ugye erre kellene, hogy a hiding dolog legyen, de igazából, hogy szerintem először a sima támadásunk legyen, mert ugye az mindenképpen jobb lenne, mert azt többször használjuk, mint a hide-ból való támadást. Meg ugye az archery-re is kellene pakolgatnunk ezzel. Ja, jó. Oké, srácok. Köszi szépen a figyelmet, köszi, hogy itt vagytok velem, jöhetnek nyugodtan a tanácsok. Nézzük. Mennyi van még mindig van? Ó, de jó. Jaj, de jó. Jó, éhesek vagyunk, eszünk egyet. Ezeket esszük meg először, azt utána ezt megtartjuk nagyobb. Okay. Meg ez ugye ezek, meg azt hiszem, hogy ezért is adnak. Befolyadék is van. Jó, tökéletes. Tökéletes, srácok. Tökéletes. Jól haladunk, nem haltunk meg még egyszer sem. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek. Csácsubi!